Szép estét kívánok mindenkinek! Önök a Gyöngyösi Televízió legújabb bűnügyi magazinját, az Őrjáratot látják. Megismerkedünk ma a hatos körzet szomszéd felügyelőjével, Soltész Balázzsal. A drónt ezúttal a nyugati városrészen, a Gyöngyösi tó környékén, illetve a Durandában vetjük be, illetve ismét elkísértünk két városrendészt egy pénteki őrjáratra. Hogy mikkel találkoztunk, azt hamarosan megtudhatják. Információink szerint droglabor működhetett abban a Jó Szerencsét úti lakásban, amely február végén gyulladt ki. A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság az ügyben csupán annyit közölt, hogy a gyöngyösi rendőrkapitányság egy 31 éves gyöngyösi lakos ellen kábítószer birtoklás bűncselekmény elkövetése miatt indított eljárást. Azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módukban adni. Mint ismert, tűz ütött ki egy negyedik emeleti társasházi lakásban a Jó Szerencsét utcában. Egy szoba teljesen, egy másik részben kiégett. A mentők egy embert könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. Újabb csecsemő halálesete rázta meg Heves vármegyét Kában. Egy koszos, elhanyagolt szobában hunyt el egy 5 hónapos baba. A Tények riportjából kiderül, mindenki mást hibáztat a haláleset miatt. A család szerint az apa erőszakos volt, és miatta halt meg a legkisebb gyermek, több falubeli szerint azonban az anya elhanyagolta a gyermekeit. Az ügyben a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság eljárást indított. Eddig ismeretlen okból letért az úttestről egy motoros a 24-es számú főúton a Gyöngyös-Solymosi elágazónál, és oszlopnak ütközött kedden. A jármű vezetője és egy utasa is megsérült, egyikük súlyosan. A baleset körülményeit a gyöngyösi rendőrkapitányság vizsgálja. Ezen a szakaszon egyébként nem ez volt az első motoros baleset, tavaly júniusban meghalt egy 54 éves sofőr, aki járművével egy kis teherautónak ütközött. Elhunyt szerettük sírjában rejtegette a drogot egy édesanyja és annak 37 éves fia, hogy utána ezt Heves vármegyében is árusítsák. A középkorú férfit érte most tetten a rendőrség, épp speedet adott el kuncsaftjának. Ekkor lépett közbe 60 éves édesanyja, aki a többi drog elrejtésére nem talált jobb rejtek helyet, mint megboldogult férjének sírját. Összesen közel 1 kg amfetamint és 300 ecstasy tablettát találtak a rendőrök. A férfit őrizetbe vették, az anyja azonban szabadlábon védekezhet. Rács mögé került az a 19 éves férfi, aki február óta 8 autót tört fel a városban, azokból pedig pénzt, iratokat, akkumulátort és egyéb értékeket lopott el. A rendőrök elfogták a fiatalembert és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Elfogta a városrendészet azt a férfit, aki alumínium párkányokat feszegetett fel a Batthyány János utcában. Mint a rendészet közösségi oldalán beszámolt, a térfigyelő kamera még csütörtök este rögzítette, hogy az elkövető az egyik házról próbálja lefeszegetni a párkányt, majd szombaton erről lakossági jelzést is kaptak. A városrendészek ezután gyorsan a helyszínre értek, ahol tetten is érték a férfit, akit átadtak a rendőrségnek, számolt be róla a városrendészet. Hónapok óta lopott különböző gyöngyösi boltokból, de volt, hogy tárolóba vagy pincébe tört be az a tolvaj, akit a közelmúltban vettek őrizetbe a rendőrök. 7 rendbeli lopásbüntet miatt indult eljárás egy 29 éves férfi ellen. A nyomozók azzal gyanúsítják, hogy 2023. októbere óta különböző gyöngyösi boltokból vitt el italokat, élelmiszereket, parfümöket, de az is előfordult, hogy tárolót, pincét tört fel. Az elkövető beismerő vallomást tett, továbbá kezdeményezték a letartóztatást. Számolt be róla a polisz.hu. Egy általános őrjáratra indultunk péntek délután, ezúttal Balog Istvánnal és Soltész Balázzsal. Természetesen érintettük a buszmegálló környékét, jártunk a Durandában, és természetesen a harmadosztály környékén is. Hogy mikkel találkoztunk, már is kiderül. Péntek délután az egyik legforgalmasabb időpontban kísértük el általános őrjáratra Balog István és Soltész Balázs városrendészeket. Ilyenkor természetesen bejárják a buszpályaudvar környékét, szinte a város minden pontját érintik, beleértve a harmadosztály Duranda területét is. Őrjáratunk elején a buszpályaudvarnál egy szabálytalanul várakozó autósba futottunk, akit természetesen tájékoztattak a rendészek. Jó napot! Megáll tilos hatájába várakozik. Jó, köszönöm szépen! Viszlát! És a busz megálló még mindig ilyen retteget hely? Hát szerintem nincs. Vagy már lecsengett? Rengeteg ellenőrzés van, polgárőrség, rendőrség, meg a városrendészet részéről is, és én azt gondolom, hogy ugye már most egyre jobb idő van, akik eddig fáztak és azért mentek be a busz megállóba, és csak ott ültek, meg melegedtek a váróba, az egy
egyre kevésbé van, megszűnik, mert hát már most nincs rá szüksége. Én azt gondolom, hogy annyira nem vészes ez a buszmegálló, az pedig, hogy hát ugye a fiatalság így gyűlik össze. Nyilván mindig van valami apróság, ami a fiatalok részéről egymás iránt van, de igazából nem kell már tőle annyira félni. A közösségi média, ez szerintem legalábbis ez nagyjából megvezeti az embereket, mert valaki föltesz valamit, és onnantól kezdve rögtön arról szól, meg attól hangos minden, hogy hú, a buszmegálló. De amíg itt probléma, ugye a buszmegálló külső területén, ugye van itt egy park, nekünk a buszmegálló mellett ugye megszokták az emberek, hogy ott dohányoznak. Na most ugye jött egy önkormányzati rendelet, ott nem lehet dohányozni, és innentől kezdve sok fiatal, aki még ugye nem töltött be a 18 évet, nincs keresőképessége, illetve keresete, az dohányzik. Most ezeket javarészt mind figyelmeztetni szoktuk, mert hát mit csinálsz? Az, hogy írsz egy feljelentést ellene, azzal nem lesz megoldva. Aki olyan, persze felnőtt, vagy olyan renitens, hogy egyszer már szóltál neki, de látod, hogy nem nagyon zavarja, ugyanúgy dohányzik, természetesen megkapja az érte járó bírságot. Van olyan időszak, napszak, nap, amikor azt látjátok, hogy mondjuk gyakrabban találtok olyanokat, akik bármilyen szabályt vétenek? Inkább a hajnali órákban kezdésnél volt az, hogy azok az emberek, akik akár guberálnak is, mert ugye itt is van, akkor itt a piac környékén, itt esetleg zöldségeket, meg ilyen dolgokat dobálhatnak ki az emberek, hajnali órákban jönnek és próbálják meg túrni a szemetest. Az állampolgárok szerencsére egyre többen vagy szólnak nekünk, hogy gyertek és intézkedjetek vele szembe, vagy ilyet tapasztalnak, vagy maguk elintézik és szólnak neki. Meg egyre többen ismerik a járőrszámunkat, és bátran telefonálnak, hogy ezt láttuk, azt láttuk. Tudják, hogy erőnkhöz mérten, ahogy tudunk, megyünk, mindenhova kimegyünk, nyilván megnézzük, és ott a helyszínen eldöntjük, hogy nyilván tudunk-e intézkedni, vagy nem. Ha nem, akkor pedig nyilván értesítjük a hatóságot, azt, aki illetékes benne. De azért javarészt megpróbáljuk ott a helyszínen orvosolni a problémát. Megláttak egy ilyen kupacot, ez most ruha volt. Igen, ruha. Ezzel mit tudtok csinálni, vagy mit csináltok? Nyilván lefényképezzük, megállapítjuk, hogy hol van egyáltalán, és akkor az illetékes hatóságok felé elküldjük a fényképet e-mailbe, és akkor jönnek, és összeszedik. Természetesen, hogyha valakit rajta kapunk, hogy ő szórta szét, vagy övé a szemét, ő hagyta hátra, akkor pedig vagy vele, nyilván összeszedetjük, és mellette vagy figyelmeztetésben, vagy pedig bírságban részesül. Gondolom, akkor is van feladat bőven, most láttam, hogy megint lesz ilyen nagyon talán inkább.
Igen, ott meg arra kell figyelni, hogy falvakból is akár jönnek személyek, akik ezt széttúrják, és igazából amit még tud hasznosítani, vagy másnak már értéktelen, de neki még jó, vagy esetleg el tudja adni, akkor azt elviszi magával, és megpróbálja felhasználni, hasznosítani. Csak ugye ami meg nem kell, és ami a nagy gond, mert az, hogyha ő fel tudja használni, az a jobbik eset. De ugye rengeteg dolog pedig közterületen végzi, mert amit nem tudott eladni, vagy neki már nem kell, azt meg egyszerűen fogja és kidobja. Igazából itt még mindig az állattartás, ami a szempontunkból mi ló? Lovakat tartanak természetesen. Ugye a trágya elhelyezése, ami gondot okoz, de szerencsére megértették, és egyre többen keresnek olyan földes gazdákat, akik szívesen veszik, hogy a trágyát esetleg oda viszik hozzájuk. A harmadosztály környékén jelentős mennyiségű illegális hulladék található, melynek felszámolása éves szinten jelentős pénzébe kerül az önkormányzatnak. Ám vannak olyan területek is, mint például ez, amit az itt található cég területe, a hulladék pedig veszélyt jelentett a nagy feszültségű áram miatt is. Így azt a cég körbe kerítette és térfigyelő kamerákat telepített. A Duranda a város másik neuralgikus pontja, ami az illegális szemétlerakást illeti. Ám nem csak közterületen, de elhagyatott házakban is gyakran halmoznak fel több köbméter szemetet, ami nem csak közegészségügyi szempontból veszélyes, de tűzveszélyes is. Nem egyszer fordult elő, hogy emiatt leégett vagy kigyulladt egy ingatlan, így ha ilyet észlelnek, jelzik az illetékesek felé. Ha kívülről látszik, tudod, akkor én arról fényképet csinálok, nyilván meg a házszámról is, és akkor a hulladékradar az elküldi a hulladékhatóságnak, ők látják a képeket is, meg a bejelentést is, és akkor ők nyilván ezt ki fogják vizsgálni, erre reagálnak, kijönnek, megnézik, lefényképezik, nekik már van jogosultságuk a magánterületre, lekérik a ház tulajdonosát, vele beszélik, velük fognak felvenni a kapcsolatot, és először is felszólítani, hogy szüntessék meg azt a rengeteg szemetet, ami a portájukon van. Ha ennek eleget tesznek nyilván, akkor esetleg figyelmeztetéssel, hanem akkor valamennyi bírsággal, és akkor utána pedig, hogyha ez végképp nem megy, akkor ők az eljárás során a szemetet állami pénzen elszállítják, és ráterhelik a házra. A közterületi szemétlerakás pedig már szinte mindennapos. Gyakran a közterületi kamerák által hamar megvan az elkövető, ám ha nem, akkor minden esetben jelzik. Vannak ilyen notórikus lerakóhelyek, ahova lerakják, és ott állandóan takarik. Vagy legalábbis az önkormányzat, ami közterületen van, vagy a önkormányzati háznak a helyén, ugye a tulajdonos az önkormányzat. Takarítaniuk kell. Bejelentjük, ugyanaz az eljárás. Lefényképezem, bejelentem, és akkor utána, ahogy idejük engedik, jönnek is elszállítják. Olyan is volt, hogy a kamerát próbálták megrongálni. Nyilván nem volt szerencséje a fiatalembernek, mert szomszéd is látta, illetve a kamera is rögzítette, úgyhogy megtettük a feljelentést a rendőrségen.
Ezúttal a nyugati városrészen reptettük a drónt a gyöngyösító környékén, illetve a Duranda felett, elsősorban illegális égetések és szemétlerakatok után kutatva. Most. Igen, egyenlőre ez. Tervezzük még a többit is, de egyenlőre most csak ez van. Mi az a terület, amit mondjuk drónnal így körbenéztek? Ha innen felszállunk, akkor lebírunk nézni egészen a hármasnak a kimenő részéig. Odáig elbírunk menni, akkor itt ugye nyilván a tó és környéke, valamint a közigazgatási határ itt erre Tarján felé. Mi az, amit elsősorban néztük ki? Azt mindig beszéltük a déli külhatárnál is, hogy ott a külterületi szemétlerakás, illegális szemétlerakás. Hát itt is leginkább első körben ugye a szemétlerakás, itt ugye a trágya, hordják erre is. Leginkább szemétlerakás, trágya, ezeket szoktuk nézni. Egyéb jogellenes cselekményre be nem nagyon futottatok még bele, mint mondjuk ott a harmadosztály körben. Nem, erre azért olyanok nincsenek. Előfordulhat, de eddig még nem. Égetés volt már, akkor szóltunk is a kollégáknak, hogy menjenek ki, nézzék meg, de más ilyen orderejű nem volt. Őre mennyire szeretik leszorni a szemetet? Nem nagyon. Ez is inkább kiesik? Kiesik, elvétve. Égetni gondolom nem szabad, mert helyi rendet szabályozza, ugye? Így van, de viszont, hogyha van neki engedélye, úgy éppként tűzoltóságtól lehetne, valamint önkormányzatnak is be kellene. És ezt ilyenkor lekéritek? Igen, ezt ilyenkor általában oda bent meg szoktuk kérdezni, hogy van-e rá engedély. Mezőrünk. Feri, gyere csak egy kicsit. Pont van egy égetés. Ezúttal is kiszúrta a drón egy égetést, azonban arról hamar kiderült, hogy már nem Gyöngyös, hanem Gyöngyös-Tarjánhoz tartozó terület, így abban sem a városrendészek, sem a mezőrök nem illetékesek eljárni. Csak ezt is már úgy lehet, hogy be kellene jelenteni, külön a katasztrófa védelemhez. Esze Ferenc mezőr és Guba Gergő drónpilóta elmesélte, hogy korábban néhány hónapja már volt példa arra, hogy közös ellenőrzést tartott a társszervekkel közösen a gyöngyösi városrendészet. Akkor a Heves megyei kormányhivatal halászati felügyelőinek felkérésére hajtottak végre közös ellenőrzést a rendőrséggel, ahol a drónt is bevetették. Az ellenőrzés során a halászati tevékenységgel kapcsolatos jogellenes cselekmények kiszűrése volt a cél. Szerintem a halászati tevékenység is fölmentek, megnézték magát a tavat és környezetét is, hol vannak, gondolom a drónnal már csak azért is nézték, hogyha megindul a halászati hatóság, meg megindul az ellenőrzés, akkor ne az legyen, hogy gyorsan eltüntetnek mindent. Meg. A drón a nyugati városrészről bereptethető a Duranda felé is, ahol a legnagyobb problémát szintén az illegális szemétlerakás és az égetések jelentik. A magasból ezek a jogellenes cselekmények könnyen kiszúrhatók, ám ezúttal ilyet nem észlelték. ’20-ban indította útjára a Városrendészet a Szomszédon felügyelő programját, így minden második vasárnap bemutatunk egy körzeti rendészt. Ezúttal a 6-os körzet szomszéd felügyelőjével, Soltisz Balázzsal ismerkedünk meg. Itt vagyunk a 6-os körzetben, amelynek a szomszéd felügyelőjével fogunk ezúttal megismerkedni, hiszen itt van mellettem Soltisz Balázs. Szia! Szia! Sziasztok!
Itt vagyunk a hatos körzetben, ami azt gondolom, hogy egy viszonylag ilyen népes és nyüzsgő városrész, hiszen itt van a bölcsöde, az óvoda, a háttérben az iskola, közel van bevásárlóközpont. Ha most így le kéne határolni, mert viszonylag sokáig elnyúlik, társasházas, családi házas övezet szintén van benne, akkor ezt hogyan kell így körbe határolni? Tehát mettől meddig a te körzeted? Hát a nagyobb lakóövezetek, a Jeruzsálem lakótelep, a Mérges úti lakótelep, akkor Mérges utca, Betlen Gábor utca, teljesen lemegy a Jókai úti körforgalom, még Országút utca fölfele, teljesen kimegy a Püspöki utca, Gábor Áron, Páncélos utca, és nagyjából ennyi. És azt jól mondtam, hogy egyébként ez egy nyüzsgő városrész? Hát igen, így itt van ez a két intézmény, így igen, mert itt nagyon sok gyerekszülő is megjelenik minden nap. Délután. És mondjuk ebből következik egyenes arányosan az, hogy van feladat bőven? Hát annyira nem, hát a behajtás miatt szoktuk általában itt megjelenni, reggel is, meg délután is, hogy a gyerekek miatt ne hajtjanak be, nehogy baleset történjen, de amúgy nyugodt városrész, szerencsére. Igen, az látszik, hogy egy kultúrált városrészen vagyunk, de ha mégis mondjuk ilyen problémákat kéne felsorolni, ami így előfordul, azon túl, hogy nyilván itt megváltozotta azért a közlekedési rend, nyilván kellett idő, hogy az emberek hozzászokjanak, de hogy ezen túl van olyan dolog, ami miatt mondjuk rendszeresebben kell intézkedni. Itt van mondjuk egy üvegtároló, most még viszonylag rendezett igen, egyébként a környéke, de azért láttunk olyan szituációt, amikor tényleg botrányos igen, volt. Igen. Hát általában az szokott még lenni, hogy kukatárolók mellett lakók nem odaléülően kirakják a szemetet, ilyen guberáló, széttúrja általában azt illetékes közös képviselőnek e-mailbe képekkel elküldjük, és akkor várjuk, hogy intézkedjenek ők majd nekik a feladatuk. Ugye az elején beszélgettünk már arról, hogy itt van azért két gyermekintézmény, vagyis hát három, hogyha a bölcsödét, óvodát külön vesszük, és itt megváltozott a forgalmi rend. Ha jól tudom, akkor azért itt szoktatok viszonylag sűrűbben járőrözni, akár iskola kezdésnél a forgalmat segíteni. Azután mennyire növekedett meg a problémák száma, hogy megváltozott itt a környéken a forgalmi rend? Hát kellett azért egyszer-kétszer intézkedni, szülőkkel szemben, aki be akarta vinni a gyereket majdnem az iskola bejáratáig, de egy idő után megszokták. De van olyan, aki például az orvosi rendelőhöz jön, nagyon sietne, bejön, elmondjuk neki első körbe, hogy mit kell csinálni, és utána már úgy megszokják az emberek, hogy nem szabad behajtani, mert elég drága. Akkor ezt mondhatjuk úgy, hogy már így rendeződött igen, a helyzet? Igen, igen. Amikor itt vagyunk, akkor 100%-osan biztos van egy-két ember, aki nem figyeli a táblát, pedig elég szép nagy tábla, de vannak olyan emberek, akik megpróbálnak bejönni. Forgatás közben sem hagyják figyelmen kívül a szabálytalanságokat. Soltész Balázs ezúttal tájékoztatta a behajtási engedéllyel nem rendelkező férfit, aki egyébként klímát szerelt az egyik lakásban, hogy legközelebb figyeljen a KRESZ szabályokra. Soltész Balázs a körzet másik pontján egy gyanús járműre lett figyelmes, amelyen látszódott, hogy régóta nem mozdultak vele, így lekérte az adatait, hogy nem roncs autóról van szó. Rendész egyes hívja a központot? Légy szíves, segíts már nekem egy hatósági jelzést lekérni, köszönöm szépen. Elvég egy Hyundai. Érvényes újra kivizsgálva rendelkezik 2024-09-21-ig.
Itt vagyunk a hatos körzetnek egy másik szegletében, ami inkább már családi házas övezet itt a mögöttünk lévő részen. Mennyiben más problémákat generál, vagy mennyivel más szituációkat tapasztalsz mondjuk egy családi házas övezetben, mint mondjuk a Bethlen Gábor Jeruzsálem út környékén? Hát lakossági jelzéseket kaptam több esetben telefonon, hogy itt ebbe az utcába, a Honvéd utcába kocsikat törögettek föl illetéktelenek. Szerencsére van kamera felvétel róla, mert úgy hallottam, hogy van nekünk ott kameránk. Szerintem feljelentés is lett belőle, és folyamatban elvileg az ügy. Általában ilyen helyeken ez szokott lenni, mert hogy nincs annyi ember, sötétség van feltehetőleg, és így megpróbálnak kocsikat feltörni. Én ennyit hallottam. Ez a probléma azóta már így megszűnt? Tehát, hogy azóta nem volt ilyen incidens? Ez kb. Egy hónapja volt ez az ügy, amiről beszélek most per pillanat. Ugye itt van a tűzoltó laktanya, a sportcsarnok, és itt meg lett nyitva az út, tehát hogy viszonylag jól átjárható. Ez generálta problémákat? Hát így igen, mert átjáróház lett, így tudnak, nem kell megkerülni ők azt a nagy tömböt, így tudnak átjárni a, hát ilyen meneküli útnak is nevezhető szerintem ez a megnyitás. Ez mire gondolsz itt pontosan, hogy menekülő út, tehát inkább olyan emberek használják, akik nek valami ilyen félnivalójuk van? Igen, mert például volt a nem olyan régen a Berze csarnokba, ez a kézilabda diákolimpia egy olyan 3 hete, és pont ebbe az utcába volt egy ügy, hogy itt volt az iskolának a busza, és a fiúk itt hagyták a mezeket. És kb. Vagy 10-15 perc múlva már is tűnt a busz mellől. És feltehetőleg arra távoztak az emberek, akik elvitték az iskolának a mezeit. Ez pont itt dolgozott, pont személy szerint itt voltam és dolgoztam, és azért tudom így akkor részletesen. Akkor a kifigyelték, nem? Valaki észrevette, hogy ott van a busz mellett, és vitték is a szajlét. És meg se lett. És mezeket? Igen, mezeket, igen. A 100.000 forint értékű mez volt elvileg a táskában, így szatyorban, hogy nem is tudom, mi volt hirtelen. Közel van a busz megálló, ami szintén nem a te körzetedhez tartozik, de azért akárcsak ott a Bethlen Gábor úton nem messze lévő áruház, gondolom azért a busz megálló is némileg hatással van erre a körzetre. Igen, hát így pont, hogy átjárva, például aki ilyen renitens ember, esetleg megy lefele arra, a harmadosztály fele, arra tud lemenni legegyszerűbben. Nyilván azt nagyon sok helyen tapasztaljuk, hogy rengeteg autó van, több autó tartozik egy családi házhoz akár, vagy társasházhoz, mint amennyi lakója van, és sok helyen a parkolás az problémát okoz. Ebben a körzetben ez mennyire van jelen? Ugye itt mögöttünk van egy viszonylag nagy parkoló, de hát azért sokkal nagyobb ez a terület, mint hogy ide beférjenek az autók, gondolnám én. Igen, hát ez mögöttünk lévő P-pusszel parkoló, itt semmilyen szabály, elvileg nem kötelezi a tulajdonosokat, hogy lerakják a gépjárművet, ezt pont ezért találták ki ezt a helyet, hogy aki esetleg ebbe a környezetbe dolgozik, nyugodtan le tudja tenni a gépjárművét, mert például a Jeruzsálem úton, meg a Mérges út elején, ott például már parkoló zóna van, ami feltételekhez kötött várakozási övezet van. Zöld területen való megállás az mennyire gyakori itt, hiszen azért itt van bőven zöld terület? Hát nem nagyon számottevő amúgy, hogy itt szoktak zöld területen parkolni. Nem nagyon. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Akkor kijelenthetjük, hogy neked itt nagyon jó dolgod van, mert nem történik semmi. Önök az Őrjáratot a Gyöngyösi Televízió legújabb bűnügyi magazin műsorát látták. 2 hét múlva friss adással jelentkezünk, addig is tartsanak velünk YouTube csatornánkon, illetve kövessék a gyöngyösma.hu weboldalt. Viszontlátásra!